A június 9-i választásokat követően végre megszólalt Gyurcsány Ferenc. Hát legfontosabb dolog, hogy az legyen miniszterelnök, aki még nem volt az életben, akkor van itt még kurva miniszterelnök. Ezt most mondtam, vagy csak gondoltam. A demokratikus koalíció és a vele együtt induló pártok csúnyán leszerepeltek ezen a választáson. Többek között ennek okairól is beszélt a DK elnöke abban az interjúban, ahol nem csak Magyar Péterre, de a sajtóra és az őket kritizáló emberekre is igen erősen kiakadt. Addig meg köszönjük kezét csókolommal, jó? És érdektelen, hogy 30%-ot van. 30%-a nagyon sok rohadék politikai tömörésnek volt Európában a 20. században. De hogy pontosan miket mondott, azt ebben a videóban fogjuk kielemezni. Most miért engem? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt majd akkor megyünk át a videón. A mai az még jobb lesz, higgyétek el nekem. A választásokról ezen kívül már csak egy videót fogok hozni, mert gondolom, senki sem arra kíváncsi, hogy a leszerepelt politikai pártok miket mondanak a különböző média felületeken, ugye kicsit más vizekre is fogunk majd evezni a júliusi és az augusztusi hónapban. A mostani interjú viszont egészen érdekes és meglepő volt Gyurcsány Ferenctől, ugyanis tényleg több ponton egészen, hát talán mondhatni azt, hogy kifakadt magából, bár ezeket a drámai túlzásokat már megszokhattuk tőle, de azt gondoltam, hogy vegyük végig ezeket a különböző pontokat, ebből ugyanis nagyjából kirajzolódik az, hogy ő maga mire készül, mire számít, hogy mi lesz a DK-val, és hogyan készülnek 2026-ra. Ugye meglepő gyorsasággal itt lesz már a következő választás, ugyanis körülbelül 20 hónap múlva már megkezdődnek az ajánlásgyűjtések, azaz erre az időpontra már meg kell lenni a 106 jelöltnek a 106 egyéni választókörzetben, úgyhogy minden pártnak nagyon gyorsan neki kell látni, és készülni kell már most a következő választásokra. Ugye kezdjük azzal, miért mondtam azt, hogy csúfosan leszerepelt a DK és a vele együtt induló pártok, ha megnézzük a 2019-es választási eredményeket, ott a demokratikus koalíció önmagában, aki egyedül indult, akkor 557 ezer szavazót szerzett, és 16%-ot ért el. A mostani európai parlamenti választáson pedig, hogyha megnézzük itt a tabellát, azt láthatjuk, hogy az MSZP-vel és a Párbeszéddel, tehát nem önállóan, hanem három párttal összefogva, hát jóval kevesebb 367 ezer szavazót szereztek meg, és ezzel csak 8%-ot tudtak elérni, így a korábbi négy helyet már csak kettő képviselő tudtak kiküldeni Brüsszelbe. A mostani interjút a DK elnöke az Index és az ATV közös műsorában, a konkrétan Róna Jegonnal című műsorban adta. A teljes interjú az majdnem 1 óra 20 perc, de én már kiírtam az időkódokat, hogy konkrétan miről fogunk beszélgetni. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a teljes interjúra, akkor nézzétek meg, mert itt tényleg csak bizonyos részleteket fogunk átbeszélni. Na kezdjük is a legelején, ahol Róna Jegon arra kérdezett rá, amit ilyenkor a legtöbben meg szoktak kérdezni, hogy lesz-e felelősségvállalás a csúfos eredmény után, és lesznek-e lemondások a DK-ban, illetve hogy van egyáltalán DK Gyurcsány Ferenc nélkül? Azzal, hogy én vagy bármelyikünk lemond, ezzel arra adunk esélyt a DK-nak, hogy jobb, erősebb legyen. Az elmúlt két hét beszélgetései alapján mind a két kérdésre nemmel válaszolt a DK belső világa. Mi több, azt állítja, azt gondolom én is. Hogyha ma van a magyar érdeket jól értő hazafias párt Magyarországon, egészséges ellenzéki párt, akkor azok mi vagyunk. Most azért egyébként nehéz lenne vitatkozni, hogy tényleg a DK az egyik legjobban megszervezett ellenzéki párt mindközül, és bár hiába népszerűbb a Tisza, attól még nincsenek annyi tagjai, nem annyira szervezetek, nyilván náluk sokkal flottabbul megy például az ajánlásgyűjtés, és valószínű sokkal könnyebben tudnának országgyűlési képviselőket állítani, mert már vannak olyan párttagjaik, akiket sokkal jobban ismernek. Ettől függetlenül érdekes, hogy a DK ugye most már hosszú évek óta létezik, és hát mióta létezik, egyszer sem tudták igazán megközelíteni a Fidesznek a népszerűségét, miközben azért jöttek létre, hogy leváltsák a Fideszt, úgyhogy furcsa is, hogy egyáltalán nem tudták beteljesíteni a céljukat, még sincs soha semmilyen felelősségvállalás, de hát ez már csak így működik a DK-nál. Önöknek bennünket ünnepelni kellene, politikusokat, hogy nézd, a DK az, amely Magyarországon ma a legeurópai párt, amely szocdem, de jó, hogy van. Az, hogy most 10%, 20-30%, ez mindegy. Jó, hogy Magyarországon ez létezik. Hát azért azt ne a sajtótól várja, hogy önt ünnepeljék. Az egész országottól ezt várom, hogyha mindenki alkotmányos demokráciát akarunk, akkor ünnepeljük egymást abban az értelemben, egymást, nem bennünket, hogy a világról van okos szervezet véleményünk. Őszintén szóval ebben is látom Gyurcsány Ferencnek a logikáját, mert alapvetően tényleg ez lenne egy jól működő demokráciában. A lényeg, hogy vannak
szociáldemokraták, szocialisták, konzervatívak, zöldek, és örülni kéne, hogy ezek a pártok külön-külön képviselnek bizonyos társadalmi rétegeket, akár parlamenten kívül, akár magában az országgyűlésben. Érdekes itt megjegyezni, hogy Gyurcsány Ferenc arra hivatkozik, hogy azért kéne ünnepelni, mert hogy ebben a demokráciában ők a szociáldemokratákat képviselik, később egyébként már ki fog térni arra, hogy szerinte nem demokráciában élünk, tehát itt már lesz egy kis ellentmondás abban, amit mond. És azt is sejtetni lehet, hogy Gyurcsány Ferenc valószínű azért mondja ezt, hogy őket ünnepelni kéne, mert hogy egyáltalán vannak olyanok, akik a szociáldemokratákat képviselik, mert hogy ebbe fognak kapaszkodni a következő időszakban. Nyilván Magyar Péterről és a Tiszáról még nem lehet tudni, hogy kiket képviselnek, mindenkit akarnak, de ez egy pont után nem biztos, hogy működni fog. Ahogy a Fidesz is elérte a 2 milliós üvegplafont, és nincs 2 milliónál több szavazója, ez most már eldőlt ezen a választáson. Tehát valahogyan majd meg kell határozni magukat a pártoknak, de az látszik, hogy a DK valószínű ebbe fog kapaszkodni, hogy ők már tudják, hogy mi az identitásuk, és aki rájuk szavaz, az konkrétan lehet tudni, hogy mire szavaz. Na de hogy a Gyurcsány Ferenc lemondását a vele szövetségben lévő pártok képviselői szóba hozták, és erre is rákérdezett Róna Jegon. Hallotta azt ön valakitől? Mert én nem. Hogy a DK-nak magának kéne befejezni. Én azt nem hallottam. Én azt hallottam, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene vonni a következtetést. Furcsa módon a szövetségesei mondják ezt a leghangosabban, és a legkevésbé a kormányoldal. Én azt gondolom, hogy ebben a progresszív újraszerveződésben Gyurcsány Ferencnek nem lehet szerepe. Nem azt mondják, hogy a DK-ból elég, azt mondják, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene vonni a következtetést. Van a demokratikus koalíciónak és minden egészséges közösségnek egy belső kohézió és tartása. Ami nagyon helyes módon igényt tart arra, hogy a közösség maga dolgáról maga döntsön, miközben hallja a környezetét. Meg se érintette az, hogy mennyi felül hallja, mondjuk úgy, hogy egykori barátoktól, szövetségesektől, harcostársaktól, hogy mondjon le? Engem azért nem, egyáltalán nem érdekel, hogy mit mondanak mások. Jó, egyébként ez a legtöbb pártnál így van, nyilván mindenről a saját belső tagság dönt, és ők azt szeretnék, hogy maradjon Gyurcsány Ferenc, már pedig nyilván Gyurcsány Ferenc nélkül nem létezik DK, szerintem még akkor sem, hogyha megpróbálnák Dobrev Klárát berakni a helyére, úgyhogy valószínű Feri maradni fog. Egyébként még érdemes megnézni Gyurcsány Ferencnek a ruházatát ebben az interjúban. Ugye az egyik korábbi videómban már beszéltem arról, hogy amikor Orbán Viktor a gyermekének próbált ünni, akkor mindig kikombolt inger és nyakkendő nélkül megy a közönség elejé, illetve volt nála mindig az a kis szék, amire felárt és megtartotta a beszédeit. Most úgy lesz, hogy Gyurcsány Ferenc is tanult valamennyit ebből, és próbál egy kicsit a nép gyermekének látszani egy ilyen bukás után, és már csak egy egyszer pólóba ment el a stúdióba interjút adni. Majd mára nem csak, hogy elengedi a kezemet, hogy szembefordul, inkább magamra vagyok mérges, hogy elhittem neki egy percig is, hogy szövetségesem. Ha valakinek fantasztikus politikai teljesítménye van, és ezen a bázison tanácsot ad, akkor arra odafigyelek. Az ön által említette emberek közül egyik mögött sem látok olyan jelentős politikai teljesítményt az elmúlt években. Ugye Gyurcsány Ferenc Barabás Richárdra gondol, akit a választások után 2 héttel a Párbeszéd ismét megválasztott társelnöknek. Ő azt vetette fel, hogy újra meg kell szervezni a baloldalt, egy progresszív baloldalt kell létrehozni, de már Gyurcsány Ferenc nélkül. Ami azért érdekes, mert hogyha ezt elkezdik megszervezni, akkor Gyurcsány Ferenc nyilván valamilyen formában vissza fog ütni, például a fővárosi közgyűlésben, ahol Karácsony Gergely szövetségének mindössze 7 tagja került be a fővárosi közgyűlésbe, és ugye a 34 fős közgyűlésben, ugye ahhoz, hogy többsége legyen valakinek, 18 fő kell, mert ugye a 17 a felett, de ugye plusz egy szavazat, mert akkor még csak szavazat egyenlőség lenne. És hát nyilván, hogy a Gyurcsány Ferenc emberei már kihátrálnak ebből a 18 főből, úgyhogy így is csak 7-en vannak, akkor az még okozhat kellemetlenséget például Karácsony Gergelynek. Úgyhogy érdekes lesz, hogy mi fog zajlani az ellenzéki térfélen, és az is érdekes, hogy miért pont a Párbeszéd akarja ezt a progresszív baloldalt megszervezni, amikor még soha nem indultak el önállóan semmilyen választáson, és hát a mérések alapján a 0 és az 1% között állnak. Körülbelül 1 millió embert a potenciális DK szavazók közül elvesztettek. Ők hova lettek? És miért vesztették el őket? Nézze az egyszerű válasz, az elég könnyű, a következő válasz egy fokkal nehezebb. Az egyszerű válasz, hogy érkezett valami, amit Tisza pártnak hívnak, vagy Magyar Péter jelenségnek hívnak, amiből semmit nem láttunk, ami nagyjából arról tudósít bennünket, hogy a magyar ellenzéki választók egy jelentős része mást akart. Ezt a mást, ezt Magyar Péter személyében kapta meg. Vita arról van, hogy Magyar Péter valójában más, valójában pozitív ígéret, vagy a Magyarországot mérgező fideszes világnak egy mutációja,
és legalább olyan veszélyes, mint Orbán Viktor, és Orbán Viktor és Magyar Péter között valójában egyetlen egy különbség van, hogy a Slim Fit Ing jobban áll Magyar Péternek, mint Orbán Viktornak. De itt ugyanarról beszélünk. Megtörtént az első beszólás Magyar Péter felé. Arról még nem nagyon beszél Gyurcsány Ferenc, hogy miért veszített el tömegével ennyi szavazót. Engem azért lepett meg a DK-nak az eredménye, mert azt hittem, hogy nekik egy stabil, idős szavazóbázisa van, de hogy ez megdőlni látszott, mert hát úgy, hogy összeállt a Párbeszéddel és az MSZP-vel, bár nekik sincsenek túl sok szavazói, de mégis jelentős tömegeket vesztettek el, és igen jelentős szavazóbázis ment át a Tiszához a Demokratikus Koalíciótól. A DK egyébként szerintem még időben felismerte ezt, hogy Magyar Péter veszélyes lehet a DK-ra, és hát el is kezdték még jóval a választások előtt támadni Magyar Pétert a többi ellenzéki párthoz képest. Még a többi ellenzéki párt ezt nem nagyon merte meglépni, de úgy látszik nem vált be ez a taktika a DK-nak, mert hogy nagyon sokan mentek át a Tiszához. A másik, ami szintén látszódik, hogy a DK ezzel is támadni fogja Magyar Pétert, hogy ő bizony a Fidesztől jött, és hogy szerintük a Tisza nem más, mint a Fidesznek egy újabb kiadása. Az igazi kérdés az, hogy azt mondta az előbb, hogy Magyar Péter nyilvánvalóan alkalmatlan. Uh-huh. Ez miért nyilvánvaló? Nyilvánvalóan alkalmatlan szembefordulna a Fidesszel annak, aki nem tisztázta, hogy hogyan tudta 10 éven keresztül szolgálni a Fideszt, soha egyetlen mondatot erről nem mondott, ha én jól tudom, és szerintem én ezt jól tudom. Nyilvánvalóan alkalmatlan az országot vezetni egy bonyolult politikai közösséget, aki egy kisebb közösséget sem vezetett, még politikai közösséget sem vezetett életében. Tehát Gyurcsány Ferenc szerint Magyar Péter egy Slim Fit Ingbe öltözhetett Orbán Viktor, nem gondol semmit a világról, és alkalmatlan is bármilyen politikai közösségnek a vezetésére. Nos, hogy ez igaz-e, azt még nyilván nem tudjuk megmondani még ebben a pillanatban. Nyilván Magyar Péteren látszottak olyan jelek, hogy lehet, hogy ez tényleg egy annyira erős one-man show, hogy nem fogja tudni megszervezni magát a Tisza pártot, de ez majd a következő egy évben el fog derülni. Mondom, már csak 20 hónap és kezdődik az ajánlásgyűjtés az országgyűlési választásokra, tehát a következő egy évnek nagyon feszített tempójúnak kell lennie. Amire viszont még kitérnék, hogy Gyurcsány Ferencnek abban a szempontból nem adnék igazat, hogy az egy valid kritika lenne, hogy valaki még nem vezetett politikai közösséget. Ezt mindig a már meglévő ellenzéki pártok szokták mondani az újonnan megjelenő formációjukra, hogy így próbálják meg hitelteleníteni őket. De hát az, az igazság, hogy ők is úgy kezdték, hogy nem volt ilyen jellegű tapasztalatuk. Sőt, minden politikai vezető így került fel a politikai palettára, hogy nem volt ilyen jellegű tapasztalata. Nyilván valakiben vagy megvan, vagy nincs meg ez a tehetség, vagy beletanul időközben, bár szerintem ez nem feltétlenül egy tanulható dolog, valaki vagy vezéregyéniség, vagy nem. Úgyhogy én ezt nem látom egy valid kritikának Gyurcsány Ferenc részéről ebben a pillanatban, ha viszont idővel kiderül, hogy Magyar Péter tényleg alkalmatlan a közösség vezetésére, akkor viszont abszolút jogosan lehet majd ezeket a kritikákat felhozni. Viszont ebben egy kissé zavarba ejtő akkor, hogy eltűnt 1 millió DK szavazó, egy elsőprő részük nyilvánvalóan a Tisza pártnál van, máshol nem nagyon lehet. Annál a Tisza pártnál, amelynek a egyszemélyi vezetője végig azt hirdeti az első perctől kezdve, hogy Gyurcsány nélkül. Aha. Ez nem probléma. De hát ők ideig az ön szavazói voltak. De hát hogy lenne ez probléma? Nem probléma. Egész addig nem probléma, amíg van másik sok százezer, amelyik azt mondja, hogy a DK-nak van igaza, és én velük együtt akarok menni. Még egyszer mondom. Ez a verseny nem olyan verseny, ahol az elsőnek van igaza aktuálisan. Megérezték példának okáira az újdonságot. Megérezték az erőt. Elhitték, hogy vele a Tisza szavazóinak többség azt gondolja, hogy 2026 előtt reális a kormányváltás. Mindegy, hogy ki. Csak hát önök is ezt ígérték. Azt mondtuk, sem volt fel kell vetni. Fel kell vetni. Szóval igen, ez kétségtelenül így van, hogy minden pártnál, ami megjelenik a politikai palettán, van egy ilyen újdonság ereje. Ilyen volt régen a Jobbik, az LMP, majd pedig 2017 környékén a Momentum, amúgy szintén nagyon szép, majdnem 10%-os eredményt ért az európai parlamenti választáson. Aztán persze az újdonság ereje ez folyamatosan le fog csökkenni, ahogy eddig minden pártnál megtörtént, ezért ez tényleg érdekes lesz, hogy a Tiszánál megmarad-e 2026-ig. Én azt gondolom, hogy van egy nagy rossz Magyarországon, egy nagy hazugság, az Orbán hazugsága, és most jött egy kisebb hazugság, egy frissebb hazugság. Valójában, amit a Tisza ajánl, az lényege szerint mi azt gondoljuk, hogy nem egy egymásra vigyázó, okos, felelős, nyitott európai ország, hanem egy Slim Fit Orbán Fidesz világ. Én azt meg nem nagyon kedveljük, nézik el. Na tehát az látszódik, a DK-nak ez lesz az irányvonala, hogy egyrészt fogják majd Slim Fit Orbánozni Magyar Pétert, illetve azt fogják súlykolni nem csak olyan, mint Orbán Viktor, de hogy maga a Tisza párt is olyan, mintha egy Fidesz lenne, csak talán nem akkora hazugságokkal, mint a
meglévő Fidesz-KDNP kormánypártok. Persze, hogy ez mennyire sikeres, az majd 2026-ban fog eldőlni, kíváncsi leszek erre is. Ami viszont még nagyon érdekes volt ebben az interjúban, hogy Gyurcsány Ferenc elkezdte kritizálni a sajtót. Én nem emlékszem, hogy korábban ilyet megtett volna mondjuk az ellenzéki sajtóval, de ebben az Indexes interjúban ezt megtette, nézzük meg, hogy hogyan. Abban az értelemben tiszteletre méltó független sajtóról, aminek magának képzelik egyik-másik önmagát, itt partizánként működő politikai harcosok vannak sajtómezbe öltöztetve, beszállnak ebbe a vitába, ha kell a Gyurcsány ellen, ha kell a Tisza mellett, és a végén úgy tesznek, mintha hát ez demokratikus közélet. Nem. Ti épp olyan csalók vagytok, mint a Tisza. Csak az a kérdés, hogy melyikötök a nagyobb csaló. És csak azért nem mondok újságneveket, mert mire mennék vele? Nem tudom, hogy itt konkrétan a Partizánra gondolt-e, hogy partizánként működő sajtótermékek, de ugye a Partizán mindig erős kérdéseket tesz el Gyurcsány Ferencnek, és itt egyébként egyáltalán nem értek egyet a DK elnökével, mert a sajtónak pont ez a lényege, hogy tegyen fel kritikus kérdéseket, mind a kormánypárti, mind pedig az ellenzéki politikusoknak, akik lényegében a mi adónkból élnek, és a mi adónkból gazdálkodnak, meg tudnak működni egyáltalán. Úgyhogy szerintem a sajtónak igenis dolga az, hogy elszámoltasson minden politikus, legyen az kormánypárti, legyen akár ellenzéki. Úgyhogy nem értem ebben a szempontból Gyurcsány Ferencet, hogy miért kritizálja a sajtóorgánumot, pláne egy olyan párt elnöktől, akinek a pártját demokratikus koalíciónak hívnak. Na, de itt nem ért véget a sajtó kritizálása, még folytatódott egy ponton túl. De abszolút semmilyen értelemben bennünket nem javaslom, hogy elkövessen a sajtó, mert hát tényleg, akkor tényleg nagyon nagy baj lenne. Mire akarok utalni? A sajtó miatt van ilyen helyzetben a DK? Nem. De, hogy a sajtó az egy szelet ennek a történetnek, a függetlennek mondott sajtó nagy része teljesen nyilvánvalóan DK ellenes. Mondok, nem én... lehet az, hogy mások meg azt érzik, hogy ő ellenesek? Tehát a Mi Hazánkat, ha megkérdezi, ők el vannak hallgatva. Igen, szóval itt visszatérünk arra, amit korábban mondtam, tehát a sajtónak az a dolga, hogy kérdezzen. Ezért nyilván minden párt ellen van, nem támogathat egyet pártot. Na mindegy, zárjuk le ezt a blokkot, még szó volt egyébként a kormányhirdetésekről, ami nyilvánvalóan volt egy Gyurcsány Ferenc idejében is. Erről volt egy elég érdekes pillanat az interjú során. Népszavától az ATV-ig. Rá van utalva arra, hogy a kormány által megrendelt hirdetéseket is befogadjon. Hát meg kell élni valamiből, én ezt tudom. Nem vagyok bolond, hát hogy mondjam. Nekem is ki kell fizetnem a kenyérszámlát, önöknek is. Az is világos, ismerve ezt a kormányt, hogy ilyenkor az történik, hogy fogja magát a kormány nevében az egyik miniszter, vagy másik miniszter, vagy más, és elmegy is leül az ön felületeinek vezetővel is beszélgetni. Soha nem fogok tegen tudni arról meggyőzni, mert ezek nem nyilvános beszélgetések. Hogy ott ilyenkor nem hangzik el bizonyos fajta elvárás. Nem tud lenni a magyar sajtó, a magyar demokrácia erkölcsi mércéje, aminek kéne lennie, mikor maga nem mentes attól a gyomtól, hogy önmaga is erkölcstelen együttműködésben van a kormánnyal. Meg van fertőzve. Ezeket nem beszéljük ki. Ne, hát most ön elmondta a véleményét, ezzel szemben én most számtalan dolgot mondhatnék, de azt gondolom, hogy a DK helyzete a beszélgetés témája, és nem a magyar sajtó állapota, de azért válaszolok valamit, jó? Tehát ne mondja azt, hogy nem reagálok semmit erre az egészre. Amikor ön volt a miniszterelnök, akkor is voltak kormányzati hirdetések. Abszolút. És akkor is osztották ezeket a pénzeket. Akkor nem zavarta? Akkor tudtam, hogy nem kötjük mi ezeket a hirdetéseket politikai feltételekhez, hogy kik kapják ezt meg. Most akkor én hosszan hallgatok, jó? Mert maga szerint igen. Most én hosszan hallgatok. De ha maga szerint igen, akkor tényleg azt gondolom, akkor tudnánk rendet tenni, ha eljutnánk arra a pontra, mert hogy ezeket kibeszéljük. Szóval ez a pont nagyon kellemetlen volt az interjú során, és hát nyilvánvaló, hogy amikor a kormány annó hirdetett a különböző médiafelületeken, akkor nyilván volt valamilyen elvárás a részükről. Bár azt be kell látnom, hogy szerintem akkor a kormányhirdetésnek nem volt akkora súlya, mint most, mert akkor például a nyomtatott napilapok azért el tudták tartani nagy részben saját magukat, mert hát nagyon sokan vették ezeket a napilapokat, pláne ugye a Gyurcsány kormány az bőven már 2006 előtt volt, és hát ez most már lassan 20 éve volt, tehát 20 évvel ezelőtti időről beszélünk, akkor még nem volt okostelefon, tehát tényleg fogytak az újságok. Úgyhogy nem is volt ekkora súlya, de az kétségtelen, hogy a hirdetéseken nyilván lehetett befolyásolni ezeket a sajtótermékeket, és hát valószínűleg akkor ezek szerint ezek meg is történtek, de hogy konkrétan miről volt szó, azt most
nem fogjuk megtudni, talán majd egyszer a későbbiekben. Mi vagyunk az egyetlenek, akik végig azt mondtuk, hogy rendszer ellenzék vagyunk. Minket milliókra büntet a ház előtt, azt mondjuk, hogy törvénytelen ez a hatalom, mert ezek a választások nem szabadok és nem tisztességesek. Én 2 millió forintot fizettem ezért, mint fél évvel ezelőtt, mert ilyeneket merek mondani. Engem azzal vádolni, hogy itt működik a Fidesz-re. Hogyan veszi valaki hát látja, a bátorságot? Hát látja, Magyar Péter gyakorlatilag politikát épít. Na de hogyan veszi a bátorságot? Hogy a magyar ellenzék elfáradt? Hát persze. Hogy tele van a hócipő, hogy persze. Hogy azt mondják a választók, hogy jöjjön bárki más. Erre nem kell haragudni, csak tőlem meg nem kell azt igényelni, hogy csak azért, mert bebolondít mondjuk 30%-nyit, elnézést a 30%-nak, azt mondom, hogy bűv körébe vonz 30%-ig. Elegánsabb. Ez elegánsabb, ugye? Az előző itt akkor törüljük a jegyzőkönyvből. Attól én még mondhatom azt, hogy ne haragudjatok. Ti valójában Magyarországnak ugyanazon a vesztes útján akartok tovább menni egy jobb kiadású rossz emberrel. Csöbörből vödörbe, ezt akartátok? Ja, hogy elfáradtatok, ez lehet, de őszintén szóval senki nem mondta, hogy könnyű hazafinak lenni. Igen, ez már egy érdekesebb pillanat volt az interjúban. Egyrészt az, hogy így kritizálta azt a 30%-ot, aki a Tisza pártra szavazott. Nyilván engem is meglepett ez a 30%, nem számítottam rá, hogy ilyen sokan fognak a Tiszára szavazni. Úgy, hogy lényegében nem is ismertük az európai parlamenti képviselőiket, csak egy CV-t láthattunk egy honlapra feltöltve. És persze részben értem Gyurcsány Ferencnek az érvelését, hogy az ellenzék 2022-ben már megpróbálta egy újonnan jövő emberrel leváltani a Fideszt, de hát a Márki-Zay Péter által vezetett ellenzéki összefogás azért nem aratott olyan nagy sikert a választásokon, mint azt előzetesen lehetett volna várni mondjuk az előválasztás eredményekor. De minden esetre látszik, hogy Gyurcsány Ferenc nagyon haragszik Magyar Péterre és a Tiszára, valamint azokra a szavazókra, akik oda átvándoroltak, valahogy nem akarja belátni az Gyurcsány Ferenc, hogy fölötte van egy nagyon erős és nagyon vastag üvegplafon, amit most már nemhogy csákánnyal, de hogy ágyukkal sem lehet átlőni, úgyhogy neki valószínűleg a politikai karrierje nem lesz hosszú távú, így, hogy a Tisza megérkezett. De mondom, értem az ő érvelését, nem biztos, hogy a Tisza jó lesz, nem biztos, hogy a Tiszának igaza van, nem biztos, hogy az ő választási programjuk az jót tenne Magyarországnak, de hát azért lássuk be, hogy nem feltétlen a DK-ban látják, vagy látták már alapból túl sokan a változásnak a lehetőségét. Minden meccset le fogunk játszani mostantól kezdve. Minden meccset. Mert biztos vagyok abban, hogy egyetlen egy olyan szereplő van, akinek nincsen komoly problémája, és nyugodtan kiállhat a pásztra bárkivel, azok mi vagyunk. Nekem még egyszer nem mondják el, hogy én vagyok a hibás. Én, amíg te fölvettél milliókat, én meg az ügyészség előtt voltam, én, amíg én tüntettem a rabszolgatörvény ellen, te meg fölvettél milliókat, és aláírtál túláradott szerződéseket, tudod mit, kollega? Álljál sorba. Aztán, hogyha kiderül, hogy fele annyit kockáztattál az életedből, mint mi. Ha kiderül, hogy te fele annyit küzdöttél, mint mi, akkor majd szólhatsz. Addig meg köszönjék ezért csókolommal, jó? És érdektelen, hogy 30%-od van. 30%-a nagyon sok rohadék politikai tömörésnek volt Európában a 20. században. Ezzel nem mész te sokra itt én velem. Ez rendesen kiakadt Gyurcsány Ferenc. Fú, nem is tudom, hogy hol kezdjük. Kezdjük azzal, hogy azt mondja, hogy az a rohadék 30% az... Szóval valószínűleg Gyurcsány Ferenc soha nem tudott volna önmagában 30%-ot összehozni, tehát én nem értem, hogy a Tiszának a szavazóit miért kell megbántani. Én se feltétlenül értem, hogy miért lett ilyen népszerű a Tisza párt, de ettől még nem kell az ő szavazóit elhordani mindennek. A másik meg az, hogy Gyurcsány Ferenc szenvedett volna, miközben Magyar Péter milliókat keresett, hát azért Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselőként, vagy Dobrev Klára európai parlamenti képviselőként azt nem hiszem el, hogy olyan keveset keresett volna. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy a Gyurcsány-Dobrev házaspár azért nem egy szegény családból érkezett, és hát nem hiszem, hogy ők olyan sokat sínylődtek volna az életük során, vagy koplalniuk kellett volna, úgyhogy ezt a fajta érvelést sem értem. De a legrosszabb az, amiről már korábban is szót ejtettünk, hogy álljon be a sor végére. Miért? Nem értem. Persze Magyar Péternek van egy ilyen, hát most súlyán mondom, nagypofájú attitűdje, de ettől még, hogyha jön egy új politikai szereplő, annak nem értem, hogy miért kéne beállni a sor végére. Mondjuk miért kéne a Magyar Kétfarkútja pártnak a sor végére állni, vagy mondjuk a második reformkornak, az a Vona Gábor pártjának miért kéne a sorba beállnia, csak azért, mert ott vannak már régebben meglévő pártok, akik képtelenek voltak leváltani ezt a kormányt, vagy képtelenek voltak olyan üzenetet megalkotni, olyan programot alkotni, amivel
egy erős szavazóbázist tudtak volna kiépíteni. Tehát ebből a szempontból nem értettem Gyurcsány Ferencnek ezt a kirohanását. Lehet jobb lenne, hogyha Feri nyugdíjba menne. Hát nem látom, mi volt a poharában, de remélem víz volt ott. Viszont ami érdekes, hogy Gyurcsány Ferenc kiakadt Magyar Péterre, de az interjúnak a vége felé viszont már arról beszélt, hogy akár össze is tudna fogni a Tiszával, ami egy érdekes és váratlan fordulat volt szerintem az interjú során. Luk, együttműködni akarunk. És annoknak kell majd eldönteni, hogy kit jelölnek miniszterelnöknek. Nyilvánvalóan a legnagyobb ellenzéki pártnak lehet olyan ambíció, hogy ő jelöljön, de most nem mi vagyunk azok. Amíg azok voltunk, nekünk ezzel nem volt problémánk, hogy mi jelölünk, volt is egy jelöltünk. Ha nem fognak megegyezni ezek az ellenzéki pártok, és külön kell indulni, ne adja az Úristen, akkor maradni fog Orbán. Ha azt gondolja, amikor Tisza, hogy majd ő eldönti, hogy ki hol indul, és majd akkor én erőből lejátszom, majd én diktálok, mentse meg az Isten az országot egy ilyen akarnoktól. Na, ezt az egyik Karácsony Gergős videómban elmondtam, hogy szinte biztos vagyok benne, meg ezt már lehetett hallani, hogy a DK ezzel fog próbálkozni, hogy azt fogja mondani, hogy csak összefogással lehet leváltani Orbán Viktort, és nyilván ezzel a mantrával próbálják majd magát a Tiszát belehúzni az összefogásba, hogy ezzel tudják garantálni legalább a DK-nak a túlélését. Persze az nagy kérdés, hogy a Tisza párt ebbe belemegye, mert nyilván 106 jelöltet keresni kevesebb, mint 20 hónap alatt azért az elég necces, pláne, hogy ebbe a 106 emberben nagyon erősen meg kell bízni, illetve nagyon erősen meg kell nézni az életüket, mert ugye a propagandagyárosok azok bármit előhúznak a korábbi évekből, és ezzel nyilván megpróbálják majd őket lejáratni. Tehát nehéz feladat vár például a Tiszára, és nyilván Gyurcsány Ferenc ezt a helyzetet próbálja meg majd kihasználni, és próbálja meg Magyar Péteréket belehúzni az összefogásba, de az, hogy Magyar Péter az eddig elmondottak után összeáll-e a kék Fidesszel, azt én mondjuk én kötve hiszem, úgyhogy nagyon izgalmas lesz ebből a szempontból is, hogy kik fognak országos listát állítani, viszont meglehetősen hosszú szavazólapot fogunk kapni 2026-ban, de majd meglátjuk, hogy igazam van-e vagy sem. Na az, hogy van a bűne Gyurcsány Ferencnek abban, hogy már ilyen sok kétharmad volt, nézzük meg, hogy erre mit válaszolt Róna Jegonnak. Az nem fog menni, hogy én fogok magyarázkodni, hogy én tisztességes vagyok, és nem kérdeztem meg, hogy és maga miért? Magát meg lehet etetni? Tényleg? Úgy lesz, hogy demokrácia, hogy magát az óránál vezetik? Ne mondja már. És még a végén én kérjek elnézést, hogy vagyok? Ha mit gondol maga? Akkor ez demokrácia maga hajlandó azokat a polgári magatartásaiket mutatni, amik nélkül nincs. Hogy maga azt gondolja, hogy ugyan még soha nem látta azt a másikat, de majd ő jó lesz. Tényleg ennyit ér a maga hazája? Odaadja bárkinek albérletbe? Csak vigyék, mert ő még nem csinálta. Ilyen alapra az anyám is csinálhatna filmeket, mert még ő se csinált filmet. De már látott Várkonyitól kiváló filmeket, a Várkonyi Zoltánról beszélek. Hát legfontosabb dolog, hogy az legyen miniszterelnök, aki még nem volt az életben, akkor van itt még kurva sok miniszterelnök. Ezt most mondtam, vagy csak gondoltam? Majdnem. Igen. Hát szóval ugye, mi? Áll és nézi, hogy te jó Isten! Na igen, de hát Gyurcsány Ferenc nem csak a Tisza pártba és Magyar Péterbe, hanem a választókba is rendszeresen belerúg. Nem tudom, milyen taktikát követ, amikor, vagy milyen taktikára gondolt, amikor eljött ide az interjúba, hogy mit fog csinálni. Meg mondom, szerintem jobb lett volna, hogyha a poharába vizet tölt. Úgyhogy érdekes kifakadásai vannak ebben az interjúban Gyurcsány Ferencnek, pedig szerintem okkal kérdezik őt, hogy mégis miért tart itt az ellenzék, ahol pláne úgy, hogy ő már többször ígérte azt, hogy Orbán Viktor biztos, hogy nem fogja kitölteni a ciklusát, lesznek időközi választások, tehát annyi mindennel hűítette a választókat, hogy pont ő kéri számon Magyar Pétert. Persze igaza van, mert ő is elég sok hülyeséget mond, azért azt meg kell hagyni. Az a Gyurcsány Ferenc szájából az elég kitáltalan. Elhangzottak ezek. Példát akarok mondani. Megyesi miniszterelnök úr rólam többször mondott kritikus megjegyzést. Egyszer rólam. Egyszer. Most is elmondta, hogy le kéne mondania. Igen, de nem értik, hogy ez nem jó. Ezzel nem megyünk előre. Ezen az oldalon mi maradtunk egyelőre, akik még teljesítőképesek. Akik világos, hogy mit csinálnak. És jönnek ezek a hírok, vagy ők megmondják, hogy mit. Tessék csinálni. Az nagyon könnyen jönni egy ilyen stúdióba. Nem is tudom, kerestem ennek a lehetőségét. Rájönni, hogy mi a megoldás. Összerakni egy nagy pártot. Az munka. A számomra ebből az interjúból az derült, hogy Gyurcsány Ferenc nagyon nehezen engedi el a DK elnöki pozícióját, és bár megpróbálták Dobrev Klárát felépíteni, szerintem azért, hogy később átvegye Gyurcsány Ferencről az elnöki pozíciót, az egyértelműen látszik, hogy Gyurcsány Ferenc nem fogja ezt az elnökséget átadni Dobrev Klárának. Az is ezért, hogy Gyurcsány Ferenc egyre nehezebben bírja a kritikát, pedig egyre többen illetik kritikával, és nem is véletlen. Nem teljesen értem, hogy ebben az interjúban tényleg mit akart, mert egyszer támadta a Tiszát, és
Ami a legnagyobb hiba volt szerintem, hogy egyszerre támadta a Tiszának a szavazóit. Pedig nyilvánvaló, hogy a Tisza is azért gyűjtött ekkora szavazótábort, mert hogy nagyon sokan szeretnének kormányváltást. És hogyha erre rá szeretne csatlakozni Gyurcsány Ferenc, illetve már most arról beszél, hogy majd nyilván kell valamilyen együttműködés a Tisza párttal, akkor nem értem, hogy miért rúg bele ennyiszer és ilyen nagy mértékben a Tisza pártba, illetve Magyar Péterbe. De lehet az is, hogy tényleg ilyen dupla kártyát akart húzni, és hogyha Magyar Péterről tényleg beteljesedik, hogy mennyire egocentrikus és nem tud csapatban dolgozni, és tényleg az egész csak egy one-man show, akkor még van esélye a DK-nak, hogy újra megerősödjön, és egy nagyobb szavazóbázis képítsen maga körül, viszont egy kicsit abba az irányba is elindult, hogy a Magyar Péternek tényleg sikerülne a pártját megszervezni, akkor nekik ott helyük legyen. Úgyhogy Gyurcsány Ferencnek az interjúja eléggé érdekesen sikeredett. Ha a teljes interjút szeretnétek megnézni, akkor a linket keresétek lent a leírásban. Egyébként egészen szórakoztató. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, és találkozunk legközelebb is. Addig is szép nyarat és jó pihenés mindazoknak, akik már nyaralni mennek. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Addig is minden jót. See you.